Sziasztok! Ezt a sorozatot azért hoztuk létre, hogy mikrotikkel kapcsolatos praktikákat mutassunk nektek, egészen az egyszerű alapoktól a bonyolultabb, komplexebb megoldásokig. Remélem élvezni fogjátok. Vágjunk bele! A következő lehetőségnél jobbra milyen lehetőségünk annak, hogyha a GPS és a routeros felállást szeretnénk egymással össze hozni, összebarátkoztatni? Hát a GPS-etnek a legkézzelfekvőbb felhasználása a nevéből adódó, ez a Global Positioning System, tehát hogy tudjuk, hogy hol van a routerünk. Ami hát nyilván fontos dolog lehet, bár általában a rútereket szeretjük fixen telepíteni, becsavarozzuk a regbe, tehát nem valószínű, hogy, hogy elmászkál, és utána majd keresgetnünk kell. De, az, de ilyen érdekes, érdekes félreértés is, mert ugye, hogy a GPS az egy kifejezett társaságnak a, a hálózata. Tehát igen. érdekes, ez olyan, mint a flex, vagy olyan, mint a, tíl, a, tílfűrész. a, tílfűrész. <gül> Úgy, <gül> hogy vagyunk a, a, a márka alapján elvezni a termékeinket, mert ugye nem csak, a, nem csak az amerikaiaknak van pozícionáló GPL, tehát mi hold alapú pozícionáló rendszerük. Van az, az európaiaknak is. Nekünk európaiaknak, is van európaiak. Az oroszoknak is. oroszoknak is, meg talán, mintha Kína is igen, rendelkezne kína is, a saját uh, rendszerrel. És ugye a, a chipek a vevők, amiket, amiket gyártanak odakint, azok most már igyekeznek egyre több fajta társaság um, megoldásával kompatibilisek Tehát, lenni. Igen, vannak olyanok, amik legalább három rendszer támogatnak, általában modernek megoldásúak azok ilyenek, de van, amelyek minden egy rendszer támogatja. de... Jó, azon kívül, hogy tudjuk, hogy hol van az eszközünk, aminek persze lehet, lehet pozitív szerepe, ha egy mobil eszközről beszélünk. Még van egy nagyon fontos képessége neki, hogy tudjuk Időbeállításra is használni. Igen, mivel, ha most belemennénk a technológiai részletekbe, ugye maga a pozícionálás és a távolságmérés, és az a rádiós háromszögelés, ez valójában a, egy nagyon fontos paraméter alapján, az idő alapján történik. Hiszen annak az adott vívőfrekvenciának a terjedését, a. Meg, a, a... Hát tudjuk, hogy hol vannak azok a műholdak fönt, azok milyen. Geostacionál is helyen vannak, mekkora távolságot, ott le tudjuk éppen mérni attól, hogy ha több műholdat látunk, akkor melyik műholdnak a jelé ezt mekkora késletet és érzékei, és ebből szépen ki lehet számolni, hogy ugye hol vagyunk a földgolyónak a, a, a felületén, vagy éppen a földgolyó fölött valahol a légkörben. De ettől függetlenül még, ugye a földjük használni a nagyon pontos óráját a globális pozícionáló rendszerek szatelétjeinek, és ezt nem csak mi, hanem ugye más rendszerek is idő, timekeepingre használják. Tehát tudjuk a meglévő ö, a eszközeinken egyrészt a gps ből jövő időből a, állítani az órát, illetve tudjuk az órát az érkező PPS szignállal szépen felügyelni, meg szabályozni, hogy ne késsen, meg ne siessen. Így, ha mondjuk olyan hálózatot üzemeltetünk, ahol nincs lehetőségünk hálózati időkiszolgálóhoz fordulni, mert mondjuk valamilyen szigetüzemi rendszert üzemeltetünk, vagy olyan helyre sodort minket az élet, ahol közel távol nem létezik. Vagy nem lehet. Nem lehetséges is, internet kapcsolat, akkor van lehetőségünk GPS-en keresztül időszinkronizációt végezni, egy időreferenciát kapni, és ezt az időreferenciát akár a hálózatunk többi eszközének NTP protokollal továbbítani. Ugye a hetes es amit már nagyon sokszor boncolgattunk itt a részeinkben, már része alapértelmezetten az NTP szerver is, és a kliens is ugye az a, a, nem a simple NTP client, hanem az a, az, az, ISC implementációjához nagyon Igen, hasonló. Igen, az autentikációt, nagyon-nagyon jó felügyelhető, hogy mit csinál, nem pedig olyan, mint a legelső implementációk voltak, hogy elindult, és akkor oké, okay, tök jól működik és ugye nyilván a szerver, ami nagyon fontos, hogy automatikusan benne is van, és akkor ezt tudjuk használni. Nyilván, ha NTP szervert üzemeltetünk, tudjuk, hogy az udp 100, UDP 100 as porton keresztül működik, és az egy ilyen kedvelt támadási felület, úgyhogy mindenképpen igyeljünk arra, hogy az NTP szolgáltatásunkat azt csak mi használhassuk, és ne, nem tegyük kívülről érhetővé, mert azt kihasználhatják ellenük, és be fognak bennünket listázni mindenféle olyan helyeken, ahol a nyíltan elérhető a, a, NTP szervereket, meg Open dns szerv, Open Resolvereket. És előbb-utóbb valamilyen, valamilyen kompozit tiltó listára föl fogunk kerülni, vagy hát szürkére, vagy feketére, igen, érdemes ezzel vigyázni. Na, de ha már a GPS képességekről, igazából a GPS csomagról beszélünk most, amit a RouterOS extra Packages zip fájában találtok meg, és hogy ezt bele kell injektálni, fel kell telepíteni a routeros sem, mind hatos, mind hetes RouterOS esetén, most igazából teljesen mindegy, hogy melyikről beszélünk. Kapunk a csomag feltelepítését és a maga a vevő beüzemelését követően az időreferencián kívül ugye még koordinátákat. És meg ráadásul sebességet is, ugye, a a sebességet is. Magam, magasságot. És tűnik, magasságot. Attól függően, hogy hány darab műholdat lát éppen a, a, a routerünk, ami ugye ezt hozzá kell tenni, hogy leginkább úgy tudja látni a routerünk ezeket a műholdakat, hogyha fölötte nincs túl sok fém, ami letakarná, különben ez pontatlan válik, akkor, akkor a műholdak számától függően meg tudjuk határozni a, a a pontos helyünket, pedig pontosabban, minél több műholdat mi látunk, annál pontosabban fogjuk tudni meghatározni. Ha legalább három műholdat látunk, akkor van már magasság információnk is, és ha mozogna a rúterünk valamilyen oknál fogva, akkor a sebességét is meg fogja tudni határozni mert, a mozgásnak az irányát. Mert hogy mozoghat? Hát akár mozoghat is. Ugye vannak olyan automotív rendszerekre tervezett, vagy akár ajánlott rúterei a, a gyártónak, amelyeket buszba, kamionba, lakóautóba, autóban nyugodtan beépíthetünk. Uh, ugye itt az eltap, eltap miniről van szó van. elsősorban, de akár a notokat is nyugodtan beépíthetitek, hiszen azok... Uh... Hát igen, elvileg, de ezek egy kicsit óvatosabban kell csinálni, ugye az eltap sorozat az, az hardend sorozat, tehát az, az, arra van tervezve, hogy egyrészt automatív környezetben üzemeljen, másrészt, hogy hogy megfelelő por és vízálló is legyen az eszköz. Tehát ha jól fordítjuk, tehát megfelelő irányban van tájolva, nem pedig a portokkal fölfelé, az egy a rossz ötlet, akkor nagyon jól lelennel az időjárási uh, uh, körülményeknek, tehát éveken keresztül üzemeltek nálunk uh, ilyen rendszerek, amik eltapot használtak, és nem volt velük igazából semmi probléma, függetlenül attól, hogy eset fújt, vagy nagyon-nagyon meleg volt. Elég, elég széles hőmérsékleti tartományban képesek ezek az eszközök üzemelni. Ha jól emlékszem, ez a mínusz 40 plusz 70 fokos környezeti hőmérséklet, ez mind a két vége olyan, hogy az ember nem szívesen tartózkodik, akkor ott a környéken sem. De nagyon jó, és ezekben az eszközökben alapértelmezetten már beépítve találunk GPS vevőt, viszont van, olyan, vannak olyan eszközök is, amiben utólag tudjuk hozzátenni a GPS-vevőt. Mert hogy egy korábbi short részben beszéltünk már az USB képességekről, de akkor valahogyan megfeledkeztünk arról, hogy USB portra akár GPS-vevőt is csatlakoztathatunk, és a kompatibilitási táblázat, amit pedig itt találtok, majd segít abban, hogy milyen modellt érdemes választani. Itt két lehetőségünk van, vagy az van, hogy rádugunk egy olyan 3G4G adaptert, aminek van GPS képessége is, és akkor ezt egy külön channel keresztül elérhetjük az USB portnak egy másik channel azon tudunk vele nma át beszélni, mert teljesen szabványos gps ekkel történő kommunikációra jó, illetve vannak dedikált USB-s GPS-ek, amik mondjuk valahogy ilyen soros portként tudnak feljönni, és utána azt a GPS csomagnak a megfelelő beállításokat kiválasztjuk, hogy melyik porton szeretnénk, és melyik portnak esetleg melyik csatornáján szeretnénk a GPS funkciókat elérni. Ugyan úgy emlékszem, hogy a a mikrotik kínálatában nincs olyan mini PCI rádió, ami, ami tartalmaz egyben GPS képességet is, viszont a Quectelnek volt egy olyan kártyája, ami az R11 e r e LTE interfésznek a drop-in replacementje tulajdonképpen. Quectel EC25-ről van szó, amin viszont találtok három darab kis UFL ajzatot, és a középső UFL hajzat az, az pont a Itt GPS van. vétel antennáját, a GPS antennát tudjátok oda csatlakoztatni ha ilyen van szükség, lehet, hogy érdemes elgondolkozni, hogy a, meglévőt kicserélni, és ezt az ec 25 öt kiválóan támogatja a RouterOS. Volt már rá példa, hogy ilyet használtunk a, a praxisunkban. Vagy vásárolunk olyan routert, ami csak ez a kötőjel RS router, amiben csak a mini PCI Express slot van benne, és, és azon keresztül... Tetszőleges interfészszel bővítjük. Fontos elmondani, hogy a mini PCI Express slot, ugye most elsősorban itt a formfaktorra utalunk, a mini PCI Express slot az valójában több funkciót tud azt nem tudom, hogy mindegy szépen mondjuk, expózolni az eszköz felé. Vannak olyan uh, lények, amin keresztül PCI csatlakozása van lehetőség. A PCI csatlakozást azt uh, a Wi-Fi kártyák szokták használni, meg az ssd szokták használni. A másik a csatlakozási képesség pedig az USB a léneknek a megléte, azt pedig a 3G és 4G -s modemeknek a GPS is szokta használni. És hogyha egy ilyen mini PC-Express-es kombinált mobil-modem GPS kombót használunk, ne felejtsük el, hogy nem csak a sima antennákat kell kivezetnünk, hanem a GPS antennát is kell kivezetnünk, mert a GPS, hogy működhessen, bocsánat, nem is GPS, hanem egy GNSS, ugye az a szabványos uh, megnevezésen. Ez a nem megnevezése, megnevezés. Így van, ez az általános megnevezése ezeknek a globális pozicionálási rendszereknek. A, az igényel rádiófrekvenciás kapcsolatot a, a szatellitekkel, amit ugye nyilván úgy tudunk elérni, hogy megfelelő külső antennát használunk hozzá, azzal lényegesen tudjuk javítani az eszköznek a képességét. Erre a legideálisabb példa, ugye, amit el tudunk mondani, az Eltap Mini, van beépített GPS, de gyakorlatilag annélkül, hogy kivezetnénk az antennáját, teljesen használhatatlan. Sajnos egy kis furkálással jár, és utána a mikrotik kínálatában antennát is tudtok hozzávásárolni, itt meg tudjátok nézni. Ami a... mágneses és rögzíthető. Kiválóan föl lehet tenni akár egy fém szerkezeti elemére a feltéve, hogy nem alumíniumból készült, vagy éppen karbonból készült járműről van szó, de ha már rendelkezésünkre áll az a funkcionalitás, Ugye egy kis barkácsolással nagyon könnyen akár járműkövető megoldást is tudunk egy MikroTik routerrel megvalósítani. Így van. Viszont néhány sor script kell hozzá, és ebből szeretnék itt nektek egy, egy pársoros demót mutatni, ahol ö, már megy meg a, a GPS-vevőnk, kapjuk a koordinátákat, a sebességet, és ezt egy egyszerű scripttel, a scheduler segítségével, mondjuk percenként, vagy ha igényünk van, akár gyakran vagy kevésbé éppen, gyakran, kevésbé gyakran el tudjuk küldeni mondjuk akár egy webszervernek. Ezt használhatjuk a, a, Fetch nevezetű túlt, mert ugye vicces dolog, hogy a Fetch nevű túl az nem csak letöltésre alkalmas, már nagyon régóta, hanem pusholni is képes adatot, tehát akár egy webszervert ilyen úgynevezett get paraméter Ként is tudunk átadni, meg posztolni is tudunk átadni adatot, nem csak Akár, kell, nem posztolni is tudunk, és akkor nem lesz az URL-ben benne az általunk küldött információ, ez különösen a HTTPS esetén nagyon-nagyon jó tud lenni és hát ezen túl, hogy mi HTTP-n keresztül kommunikáljuk ezt az információt, hogyha felrakjuk az IoT csomagot a rúterünkre, akkor van egy nagyon jó MQTT publisher funkció és a routernek, és az ilyen lényegesen kevesebb erőforrást igénylő kommunikáció, mind a hálózati oldalról, mind, mind erő, CP erőforrás oldalról, és egy effektíve állandó, egy kvázi állandó kapcsolatot tud létesíteni a routerünk a, 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 túloldali MQTT brokerrel. Ehhez is van egy, egy mintaszkriptem, konfigurálva van az MQTT publisherünk, itt a következő paraméterekkel, tehát a MQTT szervernek az elérési út, az IP címe, a host címe, amin keresztül egyáltalán megszólítható. Nyilván itt szükség van egy minimális autentikációra, mert azért nem szeretünk csak úgy Ill hogy jelszó nélkül MQTT szerveket futtatgatni. És miután az alapvető konfigurációt megtettük, utána a publish parancsal elküldhetjük tetszőleges topikra, topikra és fa ezeket a, az üzeneteket. Íme egy példa, és ha fogunk egy, egy MQTT explorer amivel bele tudunk kukkantani az MQTT szerverünkbe, akkor ott rögtön szemügyre tudjuk venni, hogy a GPS vevőnk által kapott koordináták, illetve hát az MQTT közbeiktatásával szépen megérkeznek ezek az információk a szerverünkbe. Ezt ugye egyébként nagyon sok mindenre lehet használni, nem kötelező a GPS-ből kiolvasni ezeket az információkat, hanem a routeresnek egyéb paramétereit is, ugye a scriptből bármit el tudunk érni, a routerünk aktuális állapotát, esetleg az interfészeknek a különböző paramétereit, tehát egy nagyon-nagyon szép kis ilyen kvázi IoT rendszer tudunk erre az egészre felépíteni. Ha a GPS-en kívül más szolgáltatás is érdekeltiteket, akkor írjátok meg kommentben, és legközelebb utána járunk. Sziasztok! Sziasztok.